Három aranyéremmel és kupagyőzelemmel kezdték a versenyszezont az MTE judósai. A küzdősportolók a Pécsen rendezett Misina Vasutas Kupa nemzetközi versenyen mérettették meg magukat. Miután a Kanizsai Klub nemrégiben kezdte a felkészülést, ezért csak három sportolót, Kovács Ákost, Szegi Tamást és Nagy Adrián Vajkot delegálta a megmérettetésre. A délzalai judokák azonban kiválóan szerepeltek, saját surcsoportjában három versenyző a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Az egyéni versenyszámok után csapatban is szerepelt az NTE. Itt már Mester Marcel felkészítő edző is tatamira lépett, és az ő győzelmének is köszönhetően sikerült megnyerni a PVSK elleni összecsapást. Így a három aranyérem mellett a Vándorkupa is nagy kanizsára került.